Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bátaszéki tűzoltók modern eszközökkel segítenek a bajba jutottaknak. Pályaválasztási rócsó, Szekszárdon is bemutatkoztak a Tolna vármegyei szakképzőiskolák. Ripoll Rónai József legszebb képeiből nyílt kiállítás, időszaki tárlat a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. Magasugró tehetség, halmozza az eredményeket a fiatal dombóvári atléta. Számos eszközzel, többek között légzőkészülékekkel, légzőmaszkokkal gazdagodott a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság. Ezek nagymértékben segítik a lánglovagok hiánypótló munkáját. Egy riasztásnál minden perc számíthat, a tűzoltók számára pedig elengedhetetlen, hogy modern, korszerű környezetben is eszközökkel dolgozhassanak. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon nemrég felújították a laktanyát és a vizes blokkot, továbbá számos eszközzel, például légzőkészülékekkel gazdagodtak. Ezen kívül beszerzésre kerültek most kézi szerszámok, ezek akkumulátoros kis szerszámok, amivel kisebb helyeken is tudunk dolgozni. Továbbá új védőruházatok kerültek beszerzésre. Ezek is már komfortos, a mai kornak megfelelő modern viseletet adnak, kényelmesen tudnak a kollégáim benne dolgozni, és ugyanúgy ebben műszaki és tűzoltási feladatokat el tudnak látni. Az oktatások, képzések is folyamatosak, annak érdekében, hogy a lánglovagok a gyakorlatban a lehető legfelkészültebbek legyenek. A pályázati forrásban most megvalósult a híradópultnak is a felújítása. Ez egy GVR rendszer, ami azt jelenti, hogy mikor pajzs riasztáson keresztül, mikor megérkezik hozzánk a riasztás, akkor egy automata rendszer hangjelzés alapján jelzi a kollégáinknak, hogy káresemény érkezett, hogy minél meg tudják kezdeni a vonulást. Ez az automata rendszer automatikusan fölkapcsolja a laktanyába a világításokat, és nyitja a garázskaput, szertárkaput, és a kollégák megkezdhetik a vonulást. A város önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy a több település ellátását végző önkormányzati tűzoltóság jól és hatékonyan működjön, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Ez központi költségvetési támogatás is érkezik az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, illetve a települések is adnak támogatást, ebből tudjuk a működtetést biztosítani. Ennek van egy része, ami kimondottan az üzemszerű működéshez szükséges, de hát ebből a költségvetési forrásból próbáljuk az eszközöket is egy részben pótolni, de ez nem elegendő. Ezért nagyon-nagyon örülünk azoknak a lehetőségeknek, amelyek pályázaton keresztül megadják és megteremtik azt a helyzetet, hogy eszközökre tudjunk pályázatot benyújtani. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság és a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület között is jó az együttműködés, így mindig megtalálják a módját, hogy mindkét fél hozzájusson a különböző pályázati forrásokhoz. Tamási után ezúttal Szekszárdon tartotta meg pályaválasztási roadshowját a Tolna vármegyei szakképzési centrum. A kitelepülésen a centrumhoz tartozó minden 8 intézményben mutatkozott. Az iskolák az oktatott szakmákhoz köthető interaktív feladatokkal, játékokkal készültek. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményei mutatkoztak be a Szekszárdi Garai téren a pályaválasztás előtt álló diákok számára. A pályaválasztási roadshowra, az iskolák által kínált lehetőségekre sokan voltak kíváncsiak. Igazából mi azt szeretnénk megmutatni minden esetben, hogy a szakképzés mit tud nyújtani a pályaválasztó diákoknak, illetve szeretnénk testközelbe hozni nekik azokat a szakmáinkat, amelyeket így ki tudunk idehozni és meg tudjuk őket mutatni. Az a célunk, hogy erősítsük a szakképzésnek az elismertségét vagy az elfogadottságát. Szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésből is lehet menni egyetemre. Az intézmények interaktív standokkal készültek, így az érdeklődő diákok közelebbről is megismerhették a szakképző iskolákban tanulható szakmákat. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen előnyei vannak a szakképzésnek. Ösztöndíjrendszer, a végén egyfajta ösztönzőként, akár az eredménytől függen, akár 300 000 forinthoz is juthatnak a sikeresen vizsgázók.
illetve a duális képzésben rejlő lehetőségeket, néhány duális partnerünk is megjelent. Tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben van a jövő. Az esemény házigazdái a Szekszárdi Adi, Pezarédi és Hunyadi iskolák voltak. Profilunkból, jellegünkből fakadóan nyilvánvalóan gasztronómiával készültünk. Megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen csoda dolgokat tudnak készíteni a diákjaink, és hogyan tudjuk ezeket tálalni. Természetesen interaktívvá tesszük a dolgot azzal, hogy bevonjuk a jelenlévő, megjelenő diákokat abba, hogy ők díszítsék a süteményeket, vagy éppen a kis szendvicskéket, és ezzel próbáljuk őket egyrészt magunkhoz csalogatni, természetesen másrészt pedig bemutatni arra, hogy mennyi szépség rejlik ezekben a szakmákban. A diákok, ha tehették, az összes standot meglátogatták. Tetszik a villanyszerelői szakma, de az ételek elkészítése sem túl rossz, nem lenne túl rossz nekem, mert szeretem azt is, és hát még nagyon nem tudom, hogy mi legyek, de ezért jöttem ide nézelődni is. A szakképzési centrum legközelebb 15-én Dombóváron tart pályaválasztási roadshow-t. Péntek hajnalban a Paksi Atomerőmű 2-es blokkján műszaki berendezés meghibásodása miatt 250 MW teljesítménykiesés történt, azaz kiesett a blokk teljesítményének fele. Erről számoltak be a Paksi Atomerőmű honlapján. A szakemberek nem sokkal később a hibát elhárították, pár óra múlva már nőtt a blokk teljesítménye. Megtartotta alakuló ülését FAD Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete. A június 9-én megválasztott képviselők letették esküjüket, ezt követően alpolgármestereket választottak, majd különböző bizottságokat is létrehoztak. A települést az előző ciklushoz hasonlóan továbbra is Bordács József vezeti. Az alpolgármester egyhangú szavazással Bali Ervin lett, és három bizottságot alakítottunk meg. Megalakítottuk a pénzügyi és jogi bizottságot, megalakítottuk a településfejlesztési és turisztikai bizottságot, és megalakítottuk a humánpolitikai bizottságot. A Szekszárdi Wasinski Mór Múzeumban Ripple Rónai József legszebb képei válogatása Ripple Rónai Múzeum gyűjteményéből című időszaki kiállítás nyílt meg. Jelentős kulturális esemény ez a múzeum és Szekszárd életében. A kaposvári Ripple Rónai emlékháznak helyet adó római villát, a művész egykori otthonát felújítás miatt bezárták. A gyűjtemény legértékesebb darabjait Szekszárdon állították ki. Óriási örömünkre szolgál minden olyan alkalom, amikor a Ripple Rónai művészetét egy másik helyen, itt például Szekszárdon mutathatjuk be, hiszen a Ripple Rónai mi múzeumunknak a névadója is. És önöknek most elhoztuk Ripple Rónai legszebb alkotásait, Kaposvárról, abból az alkalomból, hogy lehetőség nyílt, hogy egy állandó kiállítást megbontsunk, és néhány hónapra, amíg ott rekonstrukciót végeznek, akkor itt a szekszárdi művészet kedvelő közönségnek megmutathassuk. A kiállított 38 alkotás között szerepelnek olyan művek, mint Bányai Elza feketekesztyűs vonzó fiatalságot és gyengéd nőiességet árasztó pasztelportréja, vagy az ikonikus megyfavirágzás. Segítséget tudunk kérni a Magyar Művészeti Akadémiától, amit meg is kaptunk, úgyhogy óriási öröm, hogy itt lehet egy ilyen kiállítás. Én azt gondolom, hogy a jövőben azt beszéltük igazgató úrral, hogy hát ez legyen a minimum, tehát ne adjuk lejjebb, és ilyen jó kiállításokat hozzunk ide a városba, mert megérdemli ez a város, hogy kicsit nagyobb művészeti élet, és egy kicsit fölpesdüljön. A művész mind a négy alkotói korszakából érkeztek festmények. A 19.-20. századi milliót jeleníti meg a tárlat, mely a Wasinski Mór Múzeumban december 15-ig lesz látható. Múzeum történeti esemény ez a mai nap, hiszen egy olyan kaliberű alkotónak a kiállítását nyitottuk meg, aki nem csak magyar szinten számottevő, hanem európai, sőt világszinten is a művészetét fontosnak és meghatározónak tartják. És hát ő ugye nem más, mint Ripple Rónai József, aki itt a Dél-Dunántúlon élt Kaposváron, a szomszéd vármegyében. Izgalmakban nem volt hiány ezen az estén a múzeumban, hiszen a megnyitó ideje alatt kétszer is riasztott a tűzjelző berendezés. A
csemegeszőlő lehet a klímaváltozás egyik nyertese, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet sajtóközleményében. A csemegeszőlő termesztése kevesebb környezeti kockázatot jelent, illetve ökológiai alkalmazkodó képessége is kedvező. Hazánkban jelenleg mintegy 370 hektáron termesztenek csemegeszőlőt, a három legjelentősebb termőkörzet Bács-Kiskun vármegye, Heves vármegye és Tolna vármegye. Ezüstérmet szerzett a Kínában zajló kajakkenú szuperkupán a paksi maratoni kajakozó Kiszli Vanda. A sportoló a 400 ezer dollár összdíjazású meghívásos viadalon a rövidkörös 3,4 kilométeres versenyen a világbajnok svéd Melina Andersson mögött ért másodikként célba. A világ és Európa bajnok kajakos legközelebb szombaton áll rajthoz. Október 14-én hétfőn indul a bosznia-hercegovinai Szarajevóba világbajnoki selejtező tornára a magyar női futsal válogatott. A nemzeti csapatot négy tolnamezsi játékos, Decki Vanda, Kis Gréta, Folk Zsuzsanna és Wisner Dalma is képviseli. A lányok a csoportban Norvégia, Fehér Oroszország végül a házigazda bosznia-hercegovinai válogatott ellen mérkőznek meg. A csoportból csak az első helyezett jut tovább az elitkörbe. Kiváló eredményeket ért el a közelmúltban a fiatal dombóvári magasugró tehetség Lakatos Lambence. Az atléta előbb Székesfehérváron lett országos bajnok U16-os korosztályban, majd pár nappal később egy zágrábi nemzetközi viadalon hatalmas egyéni csúcsot javítva ezüstérmet szerzett. A versenyszám győztese, ezzel országos bajnok, Lakatos Lambence, a Dovas versenyzője 1,80 m. Így vette át az országos bajnoki címért járó érmet Lakatos Lambence, dombóvári magasugró. A fiatal tehetség akkor a székesfehérvári viadalon bizonyult a legjobbnak az U16-os korosztályban. Bence nem sokkal később már a horvátországi Zágráb felé vette az irányt, ahol a magyar válogatottat képviselte egy nemzetközi versenyen. Voltak területi versenyek, 3 darab, és ezután következett az országos, amit megnyertem. Ott nem ugrottam meg az egyéni csúcsomat, viszont ahogy kijutottam Horvátországba, ott javítottam egy nagyot, ott 1,96-ot ugrottam. Bence hatalmas egyéni csúcsa pehjére az ezüstéremre volt elég, ugyanis cseh ellenfele szintén 196 cm-t ugrott, azonban egyel kevesebbet hibázott, így ő zsebelte be az aranyérmet. Nagyon jól éreztem magam a versenyen. Nem gondoltam volna, hogy ekkorát ugrok, viszont nagyon örültem, hiszen 9 centit javítottam. Előtte lévő nap volt egy rövidebb bemelegítő edzés, és utána másnap a jobb időbe ugrottunk. Bence edzője Tar Imre itthonról szurkolt tanítványának. Néztem viszont a televízión, és hát egy órával elhalasztották a versenyt, úgy kezdődött zápor miatt. És aztán akkor utána elállt, és gyakorlatilag amire ők ugrottak, mert ő magasugró, addigra már ragyogó idő volt. A magyar csapat a zágrábi megmérettetésen összesítésben is második helyen zárt, maga mögé utasítva a horvát, szlovén és szlovák küldöttséget. Regionális híreink következnek. Jogállami kerekasztal, előadás az alaptörvényről Pécsen. Végzett diákok és egészségügyi ellátás, december közepéig tart a türelmi idő. Karádi hímzőkör, nem csak megőrizni, tovább örökíteni szeretnék a hagyományokat. Jogállami kerekasztal címmel előadást szervezett a Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével szerdán Pécsen. A rendezvény egy országos sorozat része, melynek célja megismertetni az alaptörvényt. Az est során előadást tartott többek között dr. Joász Imre, az Alkotmánybíróság elnöke. Az eseménynek a Magtár Rendezvényház adott otthont. Minden magyar polgárnak meg kell ismernie az alaptörvényt, ezért egy országos sorozat részeként mutatják be jogállami kerekasztal beszélgetés keretében az alaptörvényt. Pécsre az Alkotmánybíróság elnöke dr. Juhász Imre is ellátogatott, ahol előadásában rámutatott, az alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. A jogállami kerekasztal körülbelül 10-11 éves múltra tekint vissza, az alaptörvény hatályba lépése után jött az ötlet, mikor elég sok nemtelen támadás is érte az alaptörvényt, hogy egy picit próbáljuk meg elmondani szélesebb körben, hogy mit is jelent,
úgy a részletszabályai, mint mondjuk az elvei az alaptörvénynek, és hogy ez egy picit fogyasztható legyen, ezért a kultúrával vegyítve ilyen kerekasztal jelleggel gondoltuk ki ezt a programsorozatot. A Nemzeti Hitvallást Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművész olvasta fel. Isten áld meg a magyart! Nemzeti hitvallásunk. Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Az alaptörvény változik, úgy, ahogy a társadalom is változik, hangsúlyozta az Alkotmánybíróság elnöke. Ezekre a kihívásokra nem biztos, hogy az alapító atyának adott esetben gondolnia kellett volna. Tehát önmagában az, hogy van egy módosítás, én mindig jobbnak gondolom, hogyha az alkotmányozó hatalom módosít, mint hogyha más megoldásokat találunk erre. Mert azért a nagy világban van arra törekvés, hogy ne a tagállamok, és mondjuk alapszerződés módosítással adott esetben ne a törvényhozó, hanem mondjuk valamiféle új bírósági jogértelmezéssel történjenek meg áthangolások és átértelmezések. És azt gondolom, hogy mindig jobb, hogyha ez a törvényhozó megállt, nyilván az alaptörvény esetében az alkotmányozó hatalomnál van. A jogállami kerekasztal a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében érkezett Pécsre. Maga a témaválasztás az általában vagy megkeresésre történik, vagy pedig azokat az aktuális kérdéseket vetjük föl, amelyek akár magyar nemzet szintjén, akár országos szinten, vagy pedig helyi szinten lehetnek érdekesek. Ez nem sokára a helyi szintű érdeklődésbe is fog hajlani, amikor egy picit majd arról is fogunk beszélni, hogy merre és hogyan fog Pécs tovább haladni ebben az érdekes politikai helyzetben, de ez egy más kérdés lesz és más téma, de hamarosan ilyenekkel is fogunk jelentkezni. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. A beszélgetésen részt vett az alelnök Tordáné dr. Petneházy Judit is. Az eseménynek a Magtár rendezvényház adott otthont. Figyelniük kell a végzett diákoknak, ha az iskola után nem tudtak még elhelyezkedni, mondja Barlai Krisztina, a Baranyai NAV szóvivője. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok biztosítását kell megoldaniuk. Ez havi járulékfizetést jelent, ha nem találnak foglalkoztatót december közepéig. Fiatalok a képeken, akiknek most figyelniük kell egy fontos határidőre, ha szeptembertől már nem járnak iskolába. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságukat érinti ez, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Egészségügyi szolgáltatási járulékot akkor kell fizetni, hogyha az adózónak megszűnik a munkaviszonya, a nappali tagozatos diák hallgató elvégzi az iskolát, és a diák igazolványának érvényessége megszűnik, és nem sikerül elhelyezkednie, valamint az adózó egyéb jogon nem jogosult egészségügyi ellátásra, és nem rászoruló. Türelmi időt biztosít azonban a törvény a végzett diákoknak, de a határidő lejárta után azonnal életbe lép a fizetési kötelezettség. A diákok esetén a 45 napos türelmi szabályt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az iskola elvégzését követően október végével lejár a diákigazolvány érvényessége, és ezután még 45 napig jogosult a diák egészségügyi ellátásra, azaz december 15-éig. 16-ától kell fizetnie ezt a kötelezettséget egészen addig, míg nem sikerül például elhelyezkednie, vagy pedig egyéb jogon nem szerez jogosultságot egészségügyi ellátásra. Alapesetben a fiatalok értesítést kapnak arról, hogy fizetniük kell ezt a járulékot. Az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget az adóhivatal automatikusan írja elő a NEAK adatszolgáltatása alapján. Abban az esetben, hogyha ez az előírás mégsem történik meg, akkor a T10-11 UL nevezésű nyomtatványon lehet bejelentkezni erre a kötelezettségre, akár online is. Ezt a kötelezettséget havonta kell fizetni a tárgyhót követő hónap 12-éig. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 11.300 forint havonta.
tört hónap esetén napi díjjal számolnak. A járulékot csekken, átutalással vagy elektronikus módon lehet fizetni. Azonban fontos, hogy az érintettek a közlemény rovatban feltüntessék az adó azonosító jelüket. Nem csak a kész hímzéseket, hanem az öltéseket is bemutatja a Karádi hímzőkör munkáiból nyílt kaposvári tárlat. A díszes motívumvilág ingekről, viseletekről, lakáskiegészítőkről köszön vissza a kiállításon, amely október 30-áig az Együtt Árpád Kulturális Központban tekinthető meg. A karádi hímző asszonyok célja, hogy ne csak megőrizzék, hanem tovább örökítsék a helyi népművészeti hagyományokat. Legszebb munkáikat válogatták össze a karádi hímző asszonyok a kaposvári kiállításra. Új és régi darabok is helyet kaptak a tárlaton. Alapvetően a karádi hímzésnek a jellegzetessége egy nagyon ősi hímzés, hiszen fehér alapon fehér, úgy is nevezzük, hogy fehér hímzés. A 20-as évek végén, amikor elhagyták a férfiak a viseletet, zárójelben mondom, hogy a férfi ingeken jelent meg ez a hímzés. A lányok jegyajándéknak készítették ezeket a munkákat, a kedvesüknek, és ahogy mi mondjuk, szívüket, lelküket belevarták. Rengeteg motívum van, amit a környezetükben láttak az asszonyok, azokat hímezték meg, a rózsát, a szívet, a szilvamagot, a tulipánt, a szőlőt, a tölgyfalevelet, sorolhatnám a végtelenségig. A karádi hímzésnek a jellegzetessége, amellett, hogy fehér hímzés, az, hogy levelekből, száröltésből és lyukakból áll össze. Tehát maga az egésznek a felépítése, a szerkezete is nagyon egységes és egyszerű. Ezt a közeli munkákon majd nagyon szépen lehet látni. A karádi hímzőkör mintegy 10 éve alakult meg azzal a céllal, hogy megőrizzék és tovább vigyék az elődök hagyományait, valamint a helyi hímzés mintavilágát. A tagok hetente találkoznak és alkotnak együtt, munkáikkal pedig rangos szakmai versenyeken is sikerrel szerepelnek. A kaposvári kiállításon nem csak a kész alkotásokat, hanem az öltéseket is közelebbről megtekinthetik az érdeklődők. A hímzőkörben 10-12 ember van, hát most olyan 8 embernek a munkái mutatjuk meg, de érdekességképpen hoztunk olyan régi darabokat is, amelyek ilyen muzeális értékűek inkább, amiken nagyon szépen lehet látni, hogy régen hogyan készítették a hímzéseket, és vannak ilyen mintakendőink is, amin az öltések is nagyon jól láthatók. A karádi hímzőkör tagjai nem csak őrzik a helyi hagyományokat, hanem minél szélesebb körben igyekeznek ezt megismertetni. Nagyon sok helyen jártunk a hímzéseinkkel, kiállításokon, bemutatókon, Budapesten a Hagyományok Házában, a Somogyi Napon, mindig részt vettünk a megyei és az országos értéknapokon is, és ezáltal nagyon népszerű lett. Van egy hivatalos Facebook oldalunk, ahol mindig pontos, részletes leírást adok azokról a munkákról, amiket elkészítünk, és így nem csak az ország, hanem az ország határon túl is ismerté váltak a munkáink. A karádi hímzéseket bemutató kiállítás október 30-áig tekinthető meg Kaposváron, az Együtt Árpád Kulturális Központban. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Bátaszéki tűzoltók modern eszközökkel segítenek a bajba jutottaknak. Pályaválasztási rócsó. Szekszárdon is bemutatkoztak a Tolna vármegyei szakképzőiskolák. Ripple Rónai József legszebb képeiből nyílt kiállítás. Időszaki tárlat a Szekszárdi Wasinski Mór Múzeumban. Magasugró tehetség. Halmozza az eredményeket a fiatal dombóvári atléta. Szombaton nyugodt, őszi időjárás következik. Országszerte legyengül a légmozgás, jellemzően derült égbolt vagy vékonyodó réteg felhőzet melletti zavartalanabb napsütés alakul ki. Az évszakos átlagnak megfelelő hőmérséklettel számolhatunk. Vasárnap az ország túlnyomó részén csapadékmentesen telhet a nap. Késő délután este erősödő északnyugati széllel hidegfront érkezhet. Hétfőre eleinte élénk, majd mérséklődő északnyugati szél melletti napsütéses idő kialakulása a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!